Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb GTA Online heti frissítéses videóban. A jelenlegi hét október 22-től egészen október 29-ig fog tartani, tehát megmarad most is ez a szokásos csütörtöktől csütörtökig menetrend. Na kérem szépen, a mostani hét különlegessége, hogy megérkezett a Halloween a játékba, tehát ismét elérhetővé váltak az ilyenkor egyébként elérhető tartalmak, például a kaszinóban koponyák láthatóak a LED falon, de elérhetővé váltak az ilyenkor nagyon tipikus arcfestések, ezeket én úgy tudom, legalábbis úgy látom, hogy nagyon sokan szeretitek használni, illetve hát ugye jöttek öltözékek, járművek, maszkok, és talán az összes közül a legjobb a peyote plantek. Ha ez így nem mondott neked semmit, akkor nyugi, annyit jelent, hogy állattá tudsz változni ezektől a kaktusz palántáktól, és ez amellett, hogy elképesztően vicces, rengeteg RP-t is kapsz, amivel pedig nagyon gyorsan lehet szintet lépni és fejlődni a játékban. Nekem van ezekről videóm is, érdemes lehet megkeresni őket és megnézni a videót, ezt az i betűre kattintva meg tudjátok tenni, hogyha szeretnétek. És akkor nézzük a hétnek a további részét. Kaptunk belépési bónuszokat, egyrészt a Lemon Sport felsőt, illetve hát a hozzápasszoló nadrágot, illetve az Orange Dot Tech maszkot. Ezeknek a megszerzéséhez csupán be kell lépni a játékba, és már tiétek is lehet, amelyiket csak szeretnétek. És akkor nézzük a pódium járművet. Nos, ezen a héten nem más került fel a kaszinó méltán híres pódiumára, mint az Enis S80RR. Szinte biztos vagyok benne, hogy volt már pódiumon valamikor, de hát ez ugye egyre inkább megszokottá válik. Az eredeti ára több mint 2,5 millió dollár, ami brutálisan sok, szóval egy nagyon értékes autóról beszélhetünk, és egyébként a Diamond Casino update-tel került be a játékba még 2019 nyarán, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok mindenkinek az autó kipörgetéséhez. Akcióknál megint itt van a szokásos 10 jármű, ne haragudjatok, én nem sorolom el többször őket, elegem van most már ebből. Ezeken felül pedig le lett árazva még például a Pegasi Reaper 30%-kal, szintén ugyanennyivel az Albany Larcher, illetve a Romero Hearse és az LCC Sanctus is, mint ahogy az RC Tank, illetve a Nightclubok és azoknak a fejlesztései is. Ezek tehát az akciók a jelenlegi hétre. Én azt gondolom, hogy van közöttük igazán jó ajánlat is, úgyhogy használjátok ki őket. És akkor jöjjenek a pénzszerzési lehetőségek. Kezdjük a dupla szorzós dolgokkal. Ilyen például a Lost vs. Damned Adversary Mode, a Beast vs. Slasher, a Condemned, a Come Out to Play, a Slasher, illetve a Slashers Adversary Mode, mind-mind dupla szorzósak. De ez hagyján, ugyanis vannak tripla szorzós lehetőségeink is, mint például a Free Roam események, illetve a Nightclub bevételek is, illetve ugye hát itt van a kettő Time Trial, ezek már megszokott dolgok, az RC Banditos a Cemetery, ahol a megdöntendő idő 1 perc 20 másodperc, a jutalom pedig mint mindig most is 101 ezer dollár, tehát jelenleg nincs rajta semmilyen szorzó. Szerintem az egyik legkönnyebben teljesíthető RC Banditos pálya, nekem sikerült elsőre, szerintem nektek is menni fog, szóval sok sikert hozzás kacok. A sima Land Vehicle-os Time Trial pedig a Fort Zancudo, ami fel van töltve már a csatornára, az i betűre kattintva meg tudjátok nézni, érdemes azt is megcsinálni, hiszen ott is szintén 101 ezret lehet kapni gyakorlatilag kevesebb, mint másfél perc alatt. És hát boldog Halloween-t mindenkinek, skacok, nem sokára fog érkezni ennek alkalmából és ennek örömére egy easter egg-es videó is, ami valahogy Halloweenhez fog majd kapcsolódni. Nem tudom, hogy melyik játékból, én a Red Dead 2-re gondoltam így első körbe, mert szerintem az illik a legjobban ehhez a Halloween feelinghez, de aztán lehet, hogy GTA 5-ből, nem tudom. Ami biztosnak tűnik jelenleg, hogy holnap, vagy legkésőbb holnap után fog érkezni a GTA 4-ből, amiről már ugye beszéltem korábban, a GTA 4-ből az első easter egg-ek és érdekességek rész. Szerintem tök érdekes easter egg-eket sikerült összeszednem, úgyhogy ha nem szeretnétek lemaradni, akkor iratkozzatok fel, és nyomjátok be a mellette lévő csengőt is, nagyon fontos, mert így kaptok értesítést, hogyha a YouTube is úgy szeretné persze. És hát köszönöm szépen, skacok, a figyelmet, legközelebb találkozunk, ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot. Én Dani voltam, sziasztok! Bye.